Ebben a nyíregyházi családi házban adott le lövéseket a gyanú szerint egy román állampolgárságú férfi augusztus 31-én délután. Az egyik áldozat egy 40 éves nő a helyszínen életét vesztette, 46 éves férjét életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. A gyors felderítésnek köszönhetően a nyíregyházi járásbíróság már másnap kiadta az európai elfogatóparancsot a feltételezett tettes ellen, akit a román rendőrség még csütörtök délután elfogott. A körözött férfit egy viszonylag friss, 2012-es törvény szerint az elkövetett bűncselekmény alapján kötelező kiadni az Európai Uniós tagországokon belül. Ha kiadják, már pedig tudomásom szerint kötelező ilyen esetben kiadni, és tudomásom szerint a Kolozsvári Bíróság rendelkezett is a kiadásról, egy fellebbezési eljárás még folyamatban van. Tehát ha a kiadatás megtörténik, akkor majd a magyar jogszabályok szerinti általános szabályok szerint majd a nyomozási bíró fog dönteni a gyanúsított előzetes letartóztatásáról, ugyanúgy, mint hogyha ez egy magyarországi tettes lenne, és nem lett volna közben ez a kiadatási eljárás. Annyi speciális szabály még van, hogy a kiadatási őrizetben töltött időt, tehát majd, ha valamikor kiszab egy bíróság egy ítéletet, azt ugyanúgy be kell számolni a büntetés tartamába. Ha a nyomozás során bebizonyítják a vádakat, igen súlyos bűncselekménynek tekinthető lesz az ügy, közölte Toma Attila, a nyíregyházi törvényszék szóvivője. Hozzátette, a gyilkosságért 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre ítélhető az elkövető, a minősített emberölés büntetési tétele azonban 10 évtől 20 évig, vagy akár életfogytig terjedő szabadságvesztés is lehet. Ez a nyomozás feladata lesz, de az eddigi információk alapján felmerülhet az előre kitervelt elkövetési mód. Nem tudjuk, hogy milyen állapotban van a másik áldozat, de akár a több emberen elkövetett emberölés büntette, vagy a több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés is szóba kerülhet. Tehát ezek olyan minősítő körülmények, ez a három, amit elsoroltam, amely ebből már egy is megalapozza ezt a legsúlyosabb szankció alkalmazását. Hát ha ebből több is megáll, akkor nyilván ez egy további súlyosító körülmény az ügyben. Információink szerint a bűncselekmény másik áldozatát, a 46 éves férfit jelenleg is a nyíregyházi Józsa András oktatókórházban kezelik.